Hetedik alkalommal ültek be a traktorok fülkéjébe Bakta Lóránt házának középiskolások, akik közül többen a családi hagyományt folytatják. A diákok között volt, akit saját bevallása szerint már 3 évesen megcsapott az etor füstje. Már 3 éves korom óta benne ülök, úgyhogy 5 évesen már vezettem magamtól. Szerintem egyértelműen ez azon múlik, hogy ki mennyire gyakorlott abban, hogy otthon mennyit dolgoznak, mennyit szántanak. Esetleg van-e saját gépe bárkinek is, mert aki ezt csak az iskolából próbálja összeszedni, szerintem az egy kicsit ehhez kevés. A verseny hagyománya 20 éves múltra tekint vissza. Eredetileg a térségben élő felnőtt gazdáknak rendeztek játékokat, de idővel a szervező iskola diákjai is egyre többen érdeklődtek a megmérettetés iránt. 7 évvel ezelőtt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával együtt, mikor láttuk azt, hogy egyre több középiskolás is behozza a traktorát ezekre a versenyekre, döntöttünk úgy, hogy elindítunk egy észak-alföldi középiskolásoknak szánt szántóversenyt, és 7. éve gyakorlatilag a térségünkben lévő agrárszakképző iskolákból azok a tanulók jelennek meg itt, akik gépészképzésen tanulnak. A versenyzők 2 szinten mezőgazdasági gépész szakmunkás, valamint mezőgazdasági gépész technikus képzésben vesznek részt, mondta el Lévai Imre, aki hangsúlyozta, ezek a legnépszerűbbek a szakképzés kínálatában. Ahogy látható a képeken is, itt ugye az erőgépek, különböző erőgépek vannak, és ezek nem mindegyike a legkorszerűbb. Természetesen már akár vezető nélküli traktorok is léteznek, de ez még csak a jövő. Azonban úgy gondolom, hogy az emberi munkaerőre mindig szükség lesz. Azokat az alapokat, amelyek a javítás és az üzemeltetéshez kapcsolódnak, azokat mindenképpen ezeknek a képzéseknek keretében lehet megszerezni. A verseny főbírója, Sós Sándor azt mondta, nagy különbségek vannak a versenyzők között, amelyet már a nyitó barázdák is visszatükröznek. A Magyar Szántóverseny Egyesület elnöke szerint a gazdák hivatása olyan összetett ismereteket igényel, amelyet a városi ember gyakran nem is feltételez róluk. Gépésznek összetett embernek kell lenni kell, egy kis agronómia, amit ismer. Ismerni kell a növényvédőszereket, a növényvédelemet tudni kell foglalkozni. Aki vegyes gazdálkodásban van, az állatokkal tudni kell bánni. Én mindig azt szoktam mondani, a megnyitón is elmondtam, hogy a mezőgazdálkodásnál, hogy használjam ezt a kifejezést, szebb foglalkozás a világon nincsen. Nézzünk szét, hol vagyunk? Kint Isten szabad ege alatt, jó levegő van, süt a nap, jól érezzük magunkat, és dolgozunk a munkába, viszont mindig gondolkodni kell, mindig vannak kihívások, tehát nem sablonok vannak, mert van egy nagyobb hatalom tőlünk, ez pedig az időjárás. Most is ugye rettegve várjuk az ivatalcellát, tehát nem tudjuk majd, hogy mi lesz. Tehát itt állandóan gondolkodásra van kényszerítve az ember, és aki szereti a harcot, az nyugodtan ezt választhatja, mert sajnos azt is el kell mondani, hogy itt óriási a bizonytalanság, ezt a városi ember szintén nem tudja. A szántóversenyről minden versenyző valamilyen jutalommal térhetett haza, a nézők pedig a versenyprogram mellett részt vehettek a bálagörgető, valamint az ekevas hajító vetélkedőn is.